Sanci, induljunk! Két éve mutattuk be Somát és édesanyját, mindketten kerekesszékben élnek. Várjál, lerakom a táskát és segít. Nem kell. De kell. Két kerék a csomagtartóba, kettő az ülés mögé. Somáéknak és a hozzájuk hasonló mozgássérülteknek nagyon nagy segítség a speciálisan átalakított autó. Az ilyen autók vásárlását az állam is támogatja, ahogy ebből a reklámfilmből is kiderül. Az érintettek csak egyfajta új kocsit választhatnak. Ehhez 1 millió, használthoz pedig 600 ezer forint visszanemtérítendő támogatást nyújtanak. Van viszont néhány extra feltétel. A vevőnek hiába van meg akár az összes pénze a kocsira, mindenképpen hitelt kell felvennie. Ez pedig csak egyetlen pénzintézetnél, a Duna Leasingnél veheti fel, méghozzá egységesen több mint 17%-os THM-mel. Az LMP szerint ez szinte uzsora kamat, hiszen piaci alapon 0 és 5% közötti kamattal lehet autót vásárolni. Már egy 2,5-3 millió forintnyi hitelfelvétel esetén 3 év alatt gyakorlatilag 800-900 ezer forinttal többet fizet a Duna Leasingnek a mozgáskorlátozott, mint hogyha felvette volna ugyanezt a pénzt egy másik piaci szolgáltatónál. A Duna Leasing a Duna Takarék 100%-os tulajdonában van. A Takarék legnagyobb részvényese pedig Garancsi István, milliárdos nagyvállalkozó, a Videoton futballcsapat és az építőipari cég a Market ZRT tulajdonosa. Az LMP szerint az egész rendszer csak Garancsi István további gazdagodásáról szól. Az állami támogatás, amit ő megkap az államtól, annak a támogatásnak egy legnagyobb része, jelentős része egyszerűen átfolyik a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Duna Leasing cégbe. Kerestük a programvezetőit, írásban azt válaszolták, a hitel kötelező felvételét kormányrendelet írta elő, az idei második fél évben lekötött autóknál pedig a Duna Leasing által kínált hitel THM-je már 9,5%, ami szerintük idézem, piaci körülmények között kiválónak számít. A Duna Leasing honlapján a december 15-ig érvényes termékek között csak a 17,5%-os kamatú hitelek szerepelnek. A december közepétől bevezetni tervezett új termékeknél 9,5% a THM. A kormány szeretné 2018. január 1-ével a kötelező kölcsönszerződést megszüntetni. A kormány azt ígéri, hogy jövőre felülvizsgálják a rendszert. Készek felülvizsgálni, ezen most dolgoznak, hogy ezek a leasing költségek, hitelköltségek, kölcsönköltségek ne nyomják a vásárló vállát. Lázár János elmondta, eddig 4000 autót adtak el ebben a konstrukcióban.